A hűség, a kevés folyadékbevitel, az életkor és az egészségügyi állapot csak néhány abból a példából, ami befolyásolhatja az emberek figyelmét a nyári hónapok alatt. Ennek következményeként sokszor türelmetlenebbek, agresszívebbek vagyunk, ami a legrosszabb esetben akár balesetekhez is vezethet. Az autós, kerékpáros, motoros és gyalogos forgalom is megnövekszik a nyári szünet alatt. A nagy meleg azt tompítja a figyelmet, és bágyattá tesz. Ez a közlekedők körében jellemző, hogy a legtöbb baleset ilyenkor ezért következik be, hogy a figyelmetlenség, és nem azért, mert nem vettük észre a másik járművet, hanem egyszerűen a meleg hatására tompulnak a reflexek. Nagyon fontos, hogy ezekben a hónapokban csak úgy induljunk útra, hogy kellő mennyiségű folyadék is van nálunk, tanácsolják a szakemberek. Ez mellett nem csak télen fontos, hogyha autóval közlekedünk, elegendő mennyiségű benzinnel vágjunk neki a távnak. Mindenképp arra figyeljenek, hogyha játszóterekről, illetve egyéb ilyen helyekről mennek hazafelé, az úttesten vagy átkeléskor a közlekedőknek vegyék figyelembe, lehetőség szerint a gyalogátkelőkön menjenek át. Kitérnék azért itt a nyárral kapcsolatban a strandoláshoz, nyilván, hogyha a szabad vizekre mennek, inkább a kijelölt strandokat vegyék igénybe, és ne az ilyen egyéb olyan helyeket, ahol még lehet fürdeni, mert azok veszélyesek lehetnek. Nyáron nem csak a nyaraláskor, hanem a különböző fesztiválok idején is kiemelten kell figyelni az embereknek. Persze biztonságosan közlekedni, csak akkor lehet, ha minden fél kellően körültekintő.